Robi! Kérek egy hamit. Már is oda. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tudom, ez egy nehéz időszak mindannyiunk számára. Bizonyára tudják, hogy miért vagyunk most itt. Beszeretném jelenteni, hogy holnapra meg lesz a húsfogyasztás szigorításáról szóló döntése a parlamentnek. Tudom, ez érzékeny téma, viszont arra kérném a húsfogyasztás politika ellenes csoportokat, hogy próbálják megérteni a fenntartható jövőnk érdekében bármilyen döntést is hozatik, az a közös javunkat szolgálja. Igen, a hús egy elengedhetetlen része az étrendünknek, viszont ökológiai egyensúlyunk megtartása érdekében szigorításokat kell hoznunk. Köszönöm a figyelmet! Nagy húsokat akarunk! Ez is miattatok van, ti butafejű hippék! Miattunk, hiszen ti vagytok azok, akik zsír-zsíra lesznek! Feshetitek az ördögöt a falra! És azt tudjátok-e, hogy a tasmán ördög testsúlyához visszajutott parakó ereje, nyilván húsevő emlősök közül, a lehető legnagyobb a világon, akár 553 newtonos erővel is képes harapni, és mindezt 80 fokos szög mellett is meg tudja tenni. Igazán figyelembe vett a teljesítmény. Rendezzétek le az a kín! Szívem, nem jó. Szívrohamot fogok kapni. Ne, nem hagyhatsz el így. Ó, drágám. Ó, szerelmem. Nem te. Round two. Fight! Azok a nyámnyilak vegánok! Igaz, igaz, igaz! Nem értem, miért csinálja ezt velünk a kormány! Én meg tudom érteni a vegánok álláspontját is, de hogy folyton csak salátát tegyek. Nem értem, mit hisztíznek a húsevők, hiszen a vegán ételek elősegítik az egészséges testsúlyt és a szívbetegségek kialakulásának csökkenését. Én egyáltalán nem tudom megérteni őket. Ha nem eszek húst, szívrohamot fogok kapni! Ne hagyjuk, kérlek! Az emberiség több évszázada így táplálkozik, nem változtathatjuk meg csak úgy. Tesóm, ebben benne van minden, ami kell. Fehérje, rostok, szénhidrát, meg amit akarsz. És mi lesz az állatok jogaival? Nézzetek rá a szegény bocira! Gondoljatok bele, hogy mennyi ember vesztené el a munkájét? Igazából! 2015-ös évi felmérés alapján az üvegháztású gázok kibocsátásának 34%-áért az élelmiszeripar volt felelős. Emellett felhasználta édesvizeink 70%-át, nem is említve, hogy a szennyezésének 78%-áért is volt felelős. Szerintem menjünk aludni. Hát ennek semmi.
hagyják abba! Lesz egy pillanat! Hosszas viták és egyeztetések után megszületett a döntés. A holnapi naptól kezdve a húsfogyasztást... Állj! Megvan a megoldás. Felfedeztem a húsmentes húst. Gyertek és kóstoljátok meg, vége a viszálykodásnak. Ez nagyon jó! Úgy örülök, hogy nem kell többet utáljanak. Milyen két helyeid van? Az, hogy nekem az lett mondva, hogy nem hozzám lesz vágva a húsdarab. Hát, hazudtam. A holnapi naptól kezdve a húsfogyasztás. Találni, most jött volna! Bori. Hozzám is feleség. A bűnös kívül. Emellett felhasználta a édesvizeink 70%-át, nem is... Faszom. És mi lesz az állatok jogaimon? Ez nem volt. Akkor úgy... Azok a... Nem hiszem el.